Köszöntöm Önöket! A Magyar Királyi Televízió első adását látják. Kásler Árpád vagyok. Tartsanak velem, és bevezetem Önöket a devizahitelek világába. Ismerjék meg, hogy mire élik a háttérben, és meg fogják találni a kivezető útat. Mert van kiút, van megoldás, van menekvés a devizahitelek fogságából. Senki se fizesse tovább az uzsorakamatait, senki se engedjen a törvénytelen kifosztásnak. A bankok kártérítéssel tartoznak önöknek, nem önök tartoznak a banknak. Egy évvel ezelőtt nyilatkoztam az egyik tévének, hogy minden adós kárpótolva lesz. Ezt megígértem. És ha ehhez rendszer kell váltanunk, akkor rendszert váltunk. Hát elérkezett az idő. Elérkezett a rendszerváltásra és az önök kártalanítására is. Valakik elhitették az emberekkel, hogy bűnösök. Vétkesek. Rossz döntést hoztak, és felelőtlenül eladósodtak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez egy hazugság. Annyit el kell ismerjünk, hogy naivan bíztunk a bankok és a felügyeleti szervek tisztességébe. Bíztunk a jogállamban. Ez a társadalmi forma, amelyben élünk, a közbizalomra épül, vagy legalábbis arra kellene épülnie. Tegyék fel maguknak a kérdést, kiben bíznak még. Mely hivatalban? Melyik politikusnak? Melyik pártnak? Melyik pénzintézetnek? Melyik ígéretnek hisznek még? Az elmúlt több mint két évtized csak egy botrány szól. Legyen az postabanksikasztás, olajszőkítés, kulcsárügy, BKV több százmilliós szerződései, Baumagügy, a kifosztott libatenyésztők, vagy a devizahitelesek ügye. Mindezen ügyeknek van egy közös tulajdonsága. A magyar kis emberek kifosztására irányult a mindenkori hatalom hallgatólagos beleegyezésével, és közvetett vagy közvetlen közreműködésével. Az úgynevezett rendszerváltáskor az államadóság 22 milliárd dollár volt. Jelenleg több mint 22 ezer milliárd forint. Történt mindez úgy, hogy a rendszerváltáskor az állami tulajdon aránya 98% volt, és több mint 90 milliárd dollárra volt becsülve. Ezt valakik szépen elprivatizálták úgy, hogy nem csökkentették belőle az államadóságot, hanem megsokszorozták azt, mondván, többet fogyaszt a magyar, mint amit megtermel. Önök többet fogyasztottak? Miután szétrabolták az ország vagyonának a vastagját, gyárakat, ts az állami ingatlanokat, gátlástalan módon szemet vetettek az emberek hajlékaira, mindarra, ami a biztonságot, a menedéket jelenti a családok számára. Tették mindezt nyereségvágyból és bűnszövetkezetben, átlépve minden életóvó törvényen. Hogy ezt megtessék, létrehozták a devizalapú hiteleket. Már a neve is megtévesztés szolgálja. Úgy, ahogy a halat a hálóba, a vadat a puska elé, úgy terelték az embereket a deviza felé. Mesterségesen megdrágították a forint hiteleket, és nagyon kedvező kamattal kínálták az új csoda terméket. Mindaddig, amíg a gyanútlan ember besétált a kelepcébe, ügyfélnek volt tekintve. Széles mosolyjal fogadták őt, de miután aláírta a szerződést, már adósnak tekintették, és akként is bántak vele. Fizess adós! Jó, jó, de mennyit? Engedjék meg, hogy itt kitérjek egy picit a törvényekre, a magyar hatályos törvényekre. Az úgynevezett devizahitelek felfutási ideje alatt Magyarországon két törvényhely vonatkozott a kölcsönszerződésekre és a pénzkölcsönnyújtásra. Egyik a polgári törvénykönyv 523. paragrafusa, a másik pedig a hitelintézeti és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény kettes számú melléklete. Mindkét esetben a meghatározott pénzösszeget a hitelező Köteles az adós rendelkezésére bocsátani, és az adós azt a szerződés szerint kamattal vagy anélkül köteles visszafizetni. De csak is azt, és nem mást. Viszont a bankok valami olyat követelnek, amit sohasem bocsátottak rendelkezésre. És ezzel az átértelmezéssel földön futóvá teszik a fél országot azért, mert rendelkeznek ezekkel a hitelekkel a másik fél országot pedig azért, mert a kifosztás következtében nincs magyar vásárlóerő. Több mint négy évvel ezelőtt megalapítottam a banki adósok érdekvédelmi szervezetét, hogy szervezet formában felléphessek a köztörvényes bűncselekmények az emberek kifosztása ellen. Lassan fél évtizede minden időmet és energiámat erre áldoztam. Tudják önök, hogy teljes mértékben jogszabályi háttér nélkül helyezték ki a bankok ezeket a hiteleket? Tudják önök, hogy ezen hitelek felfutási ideje alatt egy úgynevezett árfolyamvédelmi sávot alkalmazott a Magyar Nemzeti Bank? Ami annyit jelentett, hogy ha nagyon elmozdult volna a deviza forint viszonya, akkor vagy eladtak forintot, vagy vásároltak devizát. Ezzel vissza is éltek a bankok mert évekre visszamenőleg bemutatták azokat az árfolyam táblázatokat, hogy mennyire stabil a forint deviza viszonya, viszont azt elhallgatták, hogy ez a stabilitás mesterségesen fenntartott, és nem a szabad piac által szabályozott folyamat eredménye. 2008-ban ezt a védelmi gátat feloldották, és szabad utat engedtek a spekulációnak. Az eredményt ismerjük. Több ezer öngyilkos, több ezer kilakoltatott, több ezer tönkrement házasság, több százezer külföldre kitántorgott hazánk fia. Hányszor számolt be önöknek erről a fősodrású média, mert az önök adójából tartanak fenn? Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy szemrebenés alatt kifosztották az embereket köztörvényes bűnözők, és fosztogatnák továbbra is, ha hagynák. Ez a nagy kérdés. Hogy hagyjuk-e? Önök hagyják-e? Mert én nem hagyom. És kiállok minden magyar emberért, akit ki akarnak fosztani, és minden erőmmel meg fogom azt akadályozni. Amikor megalapítottam a banki adósok érdekvédelmi szervezetét, elsőként a fogyasztóvédelemhez fordultam. De a fogyasztóvédelem megállapította a saját illetékességének hiányát, és ugyanezt tette a pénzügyi szervezetek állami felügyelete, a gazdasági versenyhivatal, a pénzügyminisztérium és a miniszterelnökök. Én már három is a bankszövetséghez és a köztársasági elnöki hivatalhoz is fordultam, de az is megállapította illetékeségének hiányát. Viszont a köztársasági elnöki hivatalhoz forduló családanyákat hozzám irányította a hivatal, gondolom ez azt jelenti, hogy én vagyok az illetékes, nem? De... Hát akkor meg is fogom oldani a problémát. És befejezem azt, amit elkezdtem, de ehhez már érdekazonosságunk okán is szükségem van önökre. Számítok önökre. A felsorolt hatóságok és szervek passzivitását látva az ügyészségekhez és a polgári bíróságokhoz fordulta. Négy év pereskedés után jogerősen megnyertem egy pert az OTP bankkal szemben. A szegedi ítélőtábla jogerősen kimondta, hogy visszamenőleges hatállyal semmis a bank azon kikötése, hogy deviza kereskedelmi árést alkalmaz kölcsönjogügyletben. Az ítélet fontossága nem is az összegszerűségben rejlik, bár ez alapján is több száz milliárd forintot, tehát több száz milliárd forintot kellene visszafizessenek a bankok az átvert adósoknak, hanem a kereskedelmi árrés használata a legfőbb bizonyíték arra, hogy nem kölcsönjogügyletről van szó, hanem valami egészen másról. Csak kölcsönjog címén megtévesztéssel csalták be az adósokat a felállított kelepcébe. Egy valamit mindenkinek meg kell érteni. Addig, amíg ennek kimondása nem történik meg, Nincs kiút az úgynevezett devizahitelek fogságából. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Önöknek kölcsönjog címen devizatartozásuk nincs, kivéve, ha a devizát a bank az önök rendelkezésére bocsátotta. És mivel ezen hitelek esetében forintot kaptak az adósok, így a magyar hatályos törvények szerint nem is követelhető más, mint a kölcsön kapott forintösszeg és annak kamatai. Az adócsalás alapos gyanúja miatt megtett feljelentésemre, amely az összes devizahitelező pénzintézet ellen szólt, megindították a nyomozást. Majd a NAV nyomozói behívtak tanuki hallgatásra, ahol megpróbáltak megfélemlíteni és rávenni arra, hogy vonjam vissza a feljelentésemet. Megkérdezték, hogy tisztában vagyok-e azzal, hogy milyen következményei lesznek annak, ha a bűnügyi nyomozók berongyolnak, pontosan így mondták, hogy berongyolnak a bankokhoz, akkor összedől a tőzsde és bedől a forint. Hát annyira sikerült megfélemlíteniük, hogy még hat és fél oldallal kiegészítettem a feljelentésemet. Én elmondtam, hogy hol keressék azokat a huncut forintokat, de valahogy csak nem akaródzott nekik, egyszer csak egy semmit mondó végzéssel megszüntették a nyomozást. A legutolsó feljelentésemet, amelyhez több mint 16 ezer ember csatlakozott, úgy utasította el az ügyészség érdemi vizsgálat nélkül, hogy lemerte írni azt, mi szerint, ha még egy feljelentést teszek hasonló jelleggel a bankok ellen, akkor azt érdemi válaszadás nélkül az irattárba helyezik. Csak azért, hogy kerek legyen a világ, térjünk vissza az OTP bank elleni jogerősítélethez, amelyet Csányi Sándor elnök vezérigazgató nem fogadott el, és felülvizsgálati kérelemmel fordult a kúriához, kérve a jogerős ítélet végrehajthatóságának felfüggesztését. Én végrehajtást kérdehettem volna az OTP ellen. Kérve a jogtalanul felszámolt összegeket, de a kúria természetesen teljesítette Csányi úr kérését, és felfüggesztette a jogerősítéletet. Majd 8 hónapig ült az ügyön, és 2013. január 15. napján megtartott tárgyaláson képtelen volt ítéletet hirdetni, kiküldte az ügyet az Európai Bírósághoz előzetes állásfoglalást kérve, gyorsított eljárás keretén belül. A luxemburgi bíróság gyorsított eljárásban nem vállalta azt, így akár két-három év is eltelhet, amíg idegen bírák megmondják, hogy mi volt érthető és világos a magyar emberek számára. A legmagasabb bírói fórum képtelen volt ítéletet hozni egy olyan kölcsönszerződést illetően, amelyet a PtK és a HPT teljes mértékben leszabályoz. A legmagasabban képzett bíráknak nyolc hónap is kevés volt ahhoz, amire a szakképzetlen adósoknak néhány perc állt rendelkezésre? Ennek ellenére leállították a végrehajtásokat és a kialakoltatásokat? De hogy állították le? Ellenkezőleg felgyorsították azokat. Önök tudják, hogy a magyar kúria 2004 óta többször fordult az Európai Bírósághoz, mint az újonnan csatlakozott kilenc ország együttvéve? Tudják önök, hogy miközben hivatalosan fél millió lakás lakatlan Magyarországon addig gettót építenek a devizadósoknak horribilis összegekért? Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A kúria döntésképtelenségének következtében az ügyészségek maszatolásából, a mindenkori kormányok tehetetlenségéből egyértelműen megállapítható, hogy Magyarországon a köztársaság a maga érték és jogrendjével megbukott. Az úgynevezett jogállam nem teljesítette elsődleges kötelességét, nem védte meg a polgárait, martalékul dobta őket azoknak, akikre a törvények nem vonatkoznak, a pénzoligarcháknak és a hatalmaskodóknak. A banki adósok érdekvédelmi szervezetének elnökeként Közel 2000 adós ügyére van rálátásom. Azok az információk, amelyeket a fősodrású média tálal önöknek, mind hazugság. Itt nem egymillió embert érintenek ezek a törvényellenes szerződések, hanem legalább 3-4 millió felnőttkorú magyar állampolgárt és azoknak kiskorú gyermekeit. Ugyanis egy szerződésben több személy szerepel, úgy mint adós, adóstárs és zálogkötelezett. A legtöbb esetben a szülők vagy nagyszülők voltak az zálogkötelezettek, De ebben az esetben is a bankok adós és zálogkötelezettként tüntették fel őket, holott csak zálogkötelezettként kellett volna. Így végrehajtás esetén minden vagyonukkal felelnek a szülők is, főleg a nyugdíjakra pályáznak a hitelezők. Az ingatlan fedezette rendelkező adósokon kívül. Még a nagy számú gépjármű hitelesről a személyi kölcsönökkel rendelkezőkről, és a devizában nyilván tartott diákhitelesekről sem szabad megfeledkezni. Ez azt jelenti, hogy 3-4 millió magyar állampolgár maradt érdekérvényesítő erő és érdekképviselet nélkül. Lemondtak róluk. Ennek a kifosztásnak véget kell vetni. A bankok kártérítéssel tartoznak az adósoknak. Itt sima forintosításról, kártérítés nélkül nem lehet és nem szabad beszélni. Meg hibás termékről sem. Ezek a termékek nem hibásak, hanem törvényellenesek. Felbecsülhetetlen kárt okoztak mindazoknak az embereknek, akik igénybe vették a bankok szolgáltatását, mind magának az országnak. Önök szerint lehet-e megbékélés és újrakezdés ennek az ügynek a tisztázása nélkül? Ki mondja meg, hogy mennyit ér egy ember élet? Ki fogja forintosítani, hogy mennyit ér négy év álmatlan éjszaka? Az összeszedett betegségek? A megromlott családi viszonyok? A kivándorolt rokonok? Az elértéktelenített ingatlanok? Az elértéktelenített járművek? a tönkrevert vállalkozások és ebből kifolyólag megszűnt bevételi források? Ha mindezeket forintosítanánk, akkor tisztán láthatnánk, sokkal többel tartoznak a bankok, mint amennyivel az emberek tartoznak nekik. Annak ellenére, hogy itt-ott hallani arról, hogy pert nyertek devizaügyben. Édes keveset jelent az adósok széles tömegeire nézve. Mint a mesében, le kell győzni az akadályokat többszörösen. És ha valaki végig verekedi magát az ügyvédeken, az első fokon, a másod fokon, akkor még mindig ott van hétfejű sárkányként a kúria. Itt csak kollektív megoldás jöhet számításba eredményesen. Amit jogkövető magatartással végig lehetett járni, azt végig jártam. Bár korábbról is voltak komoly tapasztalataim a magyar hatóságok működését illetően, mégis végig kellett járni minden utat és zsákutcát is. Így bizonyítékokra alapozva kimondható, hogy az állam magára hagyta a polgárait. Még ha törvényesek lettek volna is ezek a szerződések, de nem azok, akkor sem engedhető meg egy ország kifosztása. De törvényszegűen az írott jog semmi bevételivel, pedig pláne nem. Nevesnek mondott közgazdászok példálóznak hibás termékkel a devizai devizaitelekkel kapcsolatosan, amelyeket vissza kell vinni az eladónak cserére. Nem arról van szó, hogy porszívó egy kapott valaki, hanem arról, hogy hajsampon helyett marulúgott. Ugye a kettő nem ugyanaz? Ugye a kettő esetében nem beszélhetünk ugyanazon eljárásról? Hiszen valakinek meg kell térítenie az okozott károkat, és higgyék el, megfogják. Ez a folyamat a hírek szerint egyes nyugati bankok esetében már meg is kezdődött úgy az usa mint Ausztriában. Miután kimerítettem a jogérvényesítő lehetőségeket Magyarországon, és az Európai Bíróság is bebetonozta az ügyet, úgy néz ki, hogy néhány évre, drasztikus lépésre kellett elszánnom magamat. Közzétettem egy felhívást, azzal ultimátumot adtam a bankszövetségnek és a kormánynak, tárgyalások megkezdését sürgetve. Mert a kilakoltatási moratórium a végéhez közeledett, és nagyon sok család reménytelenül elveszni látszik. Az ultimátumra az újonnan kinevezett pénzügyi jogok biztosa Gyulára érkezett, de érdemi folytatása a tárgyalásoknak nem történt. Így nem maradt más hátra, mint megfújni a kürtömet gyülekezőre. A kifosztottak meghallották azt, és február 9-én, hóban, fagyban, megjelentünk a Kossuth téren néhány tucat ember. Egy hét múlva, február 16-án, már ötezren álltak ki a méltóságukért. Ezen a napon több ezer ember aláírásával felhatalmazott, hogy a hágai büntetőbírósághoz forduljak a magyar népírtás ügyével. A beígért kilakoltatási moratórium meghosszabbítása és a végrehajtások felfüggesztése elmaradt. Ezért március 9-én újabb gyülekezőt hívtam össze. Ekkor már 8000 ember menetelt a Kossuth Rádió skandálva, hogy elég volt. Elég volt a kifosztásból és börtönbe az uzsorásokkal. Ekkora már mindenki számára a világosság kezdett válni, hogy a jelenlegi rendszeren belül nincs gyors és hathatós megoldás a becsapott emberek számára, sorsuk kedvező alakítására. Elérkezettnek láttam az időt, hogy valós és járható utat vázoljak fel az emberek előtt. Tartottam attól, hogy nem fogják megérteni, de aggodalmam teljesen alaptalannak bizonyult. Mikor kimondtam, hogy az egyetlen valós és járható út a jogállamiság helyreállítására, az ügyészségek a bíróságok megtisztítására, Magyarország és az emberek kifosztásának leállítására, a történelmi alkotmány helyreállítása, és kértem, hogy az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását kérő néptömeg megszervezésére adjanak felhatalmazást. Közfelkiáltással megadták azt és több ezren aláírásukkal is megerősítették. Sok ember számára igen meredeknek és megvalósíthatatlannak tűnhet mindez. Főleg azok számára, akiket már most fenyeget a végrehajtás, és azonnali megoldást szeretnének. Tessenek elhinni, hogy ez jelenti a leggyorsabb megoldást. Egyetlen dolog elegendő hozzá, a megfelelő népakarat. Magyarország rendelkezik Európa egyik legrégebbi és legdemokratikusabb ősi önkormányzatiságot és a hatalmi ágak kiegyensúlyozását megvalósító alkotmányával. Ezt az alkotmány mindössze 68 évvel ezelőtt a német katonai megszállással helyezték hatájon kívül. Majd a szovjet megszállás következtében helyettesítették egy buharini alkotmányal. Legutóbb 1920-ban állították vissza a Szent Korona alkotmányát. Hat évnyi alkotmány munkával, a nemzet egyik legnagyobb tragédiáját követően, miután az ország elvesztette lakosságának, területének és természeti kincseinek nagy részét. Ennek az óriási veszteségnek ellenére is az ország virágzásnak indult. Hogyan történhetett meg mindez? Úgy, hogy a nemzet felett örködött az az alkotmány, amelyet ezer év alatt az élet tapasztalásaira alapozva megalkottak őseink. A nemzet történelme folyamán ez az erő volt a forrása minden olyan megmozdulásnak, amelynek a magyarság a puszta fennmaradását köszönheti. Ha valamilyen ok miatt a Szent Korona alkotmánya megszakad vagy sérül, a Szent Korona jogfolytonossága sérül. Amikor megszűnik az ezt előidéző ok, a nemzet helyreállítja a jogfolytonosságot, ezzel visszatér a törvényes állapotokhoz. A köztes időben hozott törvényeket felülvizsgálják, ami megfelel a Szent Korona alkotmányának, azt újra újraérvényesítik és beépítik, ami ellentétes, az pedig az általános érvénytelenítés állapotába marad a Szent Korona alkotmányát őseink úgy alkották meg, hogy azt senki sem hatálytalaníthatja, sem király, sem kormány, és maga a nép sem. A Szent Korona alkotmánya örökérvényű, és ha elnyomó hatalom hatájon kívül helyezi azt, akkor, amikor ez a kényszerítő erő megszűnik, a nemzetnek kötelessége, nem csak joga, hanem kötelessége is helyreállítani a jogfolytonosságot. Több mint két évtizede, a szovjet hadsereg kivonulása óta, mindannyian mulasztást követtünk el ezen a téren. Elérkezett az idő jóvá tenni ezt. Ehhez még a nemzetközi jog szerint is jogunk van, miszerint minden nemzet visszatérhet az ősei által letett alapokhoz, ősei jogrendjéhez. A Szent Korona alkotmányából eredően a polgárokat megilleti az ellentmondás, valamint az ellenállás, illetve a nemzeti akarat kikényszerítésének joga. Tudni kell azt, hogy jogelméleti alaptétel: hatalom nem alkotmányozhat. Azaz sem a parlament, sem bármiféle végrehajtó hatalom nem alkotmányozhat hanem a mindenkori pillanatnyi hatalomnak kell alávetnie magát a korábbi évszázadok alatt kikristályosodott és rögzített értékelveknek. Ne feledjük, 1920-ban a korábban a történeti alkotmány alapján jogszerűen megválasztott parlamenti képviselők ültek vissza néhány hónap távollét után képviselő helyeikre az országházba. Ők így jogosan alakultak át alkotmányozó nemzetgyűlésé, és végezték a helyreállító munkájukat bő hat esztendőn át. Ma sokkal rosszabb az ország helyzete, akik 1944. március 18-án utajára jogszerű választás nyomán képviselősködtek, már mind meghaltak. Manapság majdnem hét évtizednyi joguralmi vákum után Egészen új alapokról, a legszélesebb társadalmi nyilvánosság igénybevételével kell elindulni a jelöltek kiválasztásának útján. Az alkotmányhoz kizárólag csak az alkotmányozó nemzetgyűlés nyúlhat, és pedig a helyreállítás véget. Tagjait a nemzet válaszza ki. A megalakult alkotmányozó nemzetgyűlés kimondja hogy az illegitim állapot idején hozott törvények semmisek, hiszen jogsértés, jogot nem alapít. És felülvizsgálják az összes ezen időszakban meghozott törvényt. Ami megfelel a Szent Korona alkotmányának, azt újraérvényesítik, ami nem, az megszűnik. A történelem minden alkalommal bizonyította, és most is bizonyítja, hogy amikor nem a történelmi alkotmány alapján áll az ország, mindig hanyatlás következik be. Amikor helyreállítjuk a jogfolytonosságot, az ország felerősödik, fellendül. Az elmúlt három emberöltő óta Magyarországon valakik igyekeztek kitépni az ország gyökereit, és ezzel megteremtették a nyereszkedési lehetőséget maguknak. Oly áron, hogy mérhetetlen pusztítást hajtottak végre. Letarolták az országot. Amennyiben a történelmi alkotmány jogfolytonosságát helyreállítjuk, és az ország visszatér eredeti államformájához, óriási lehetőségek nyílnak meg. Onnan kezdve Magyarország ismét alkotmányos királyság lesz. A nemzet visszatér régi gyökereihez. Azt, hogy a nemzet egyszer úgy ítéli meg, hogy valakit érdemesnek tart királyá koronázni, az a nemzet döntése lesz. De jelenleg nem látszik erre érdemes személy. Király nélküli alkotmányos királyságként működhet a magyar állam. Erre többször is volt példa a történelmünkben, amikor kormányzó állt az ország élén. Nézzék meg Dániát például. Alkotmányos monarchia. És köszönik szépen, jól vannak. Magyarországon is a történelmi alkotmány jogfolytonosságának helyreállításával megmarad a parlamentáris képviselet, de alsó és felsőházzal. Az alsóházban a politikai pártokkal, míg a felsőházban a nemzet küldötteivel, akik bizonyították életük folyamán, hogy a magyar nemzet elkötelezett és megvesztegethetetlen szolgái. A régi, a nemzetet óvó államforma visszatéréséhez mindössze a megfelelő népakarat szükséges. A jelenlegi politikai garnitúrának abba semmilyen érdemi, jogelmételetileg megalapozott beleszólása nincs. Őket a magyar köztársaságban és annak alkotmánya szerint választották meg. Amennyiben a nemzet úgy dönt, hogy elég volt belőlük, elég volt a megosztó politikájukból, elég volt az emberek és az ország kifosztásából, akkor megvan az a joga, hogy változtasson rajta. Tehát nem csak a lehetősége van meg, hanem a joga is. Szeretném látni azt a politikust, aki elmeri vitatni ezt a jogot a nemzettől. De ha netán mégis akadné ilyen elvetemül táruló, akkor azt ott nyomban kell a történelmi tradíció szerint felnégyelni, és az ország négy sarkába kiszegelni errettentő példaként. A nemzet jogérzéke valójában az emberek igazságérzete amely kötelezően szembe kell, hogy szálljon azzal, amit nem jognak, hanem jogtalanságnak, amit nem törvényességnek, hanem méltánytalanságnak érez. Minden jel arra mutat, hogy valakik ezt a helyreállítást egyébként is meg akarják csinálni. Visszalettek állítva a járások. Egyre másra előkerülnek a közintézmények vakolata alól a gondosan megőrzött feliratok. Például a Gyulai Kórház falán az olvasható, hogy Magyar Királyi Kórház, vagy a Mark utcában fényesre suvickolva az, hogy Magyar Királyi Törvényszék. Miért kell ezt nekünk, a nemzetnek, nép akaratból és nem egyéb hátszéllel megvalósítani? Elsősorban azért, hogy a jogtalan követeléseket eltörölhessük. Mind a polgárokat, mind az országot érintően az alkotmányos királyság kikiáltásával nem vállalunk jogfolytonosságot sem a népköztársasággal, sem pedig a köztársasággal. Így ezen államformák ideje alatt megkötött szerződések felülvizsgálandóvá válnak. Jaj, de várom, hogy az a sok titkosított hazárulás napvilágot lásson. Gondoljanak bele! Ehhez mindössze az önök akaranat kinyilvánítása szükséges. Hát akarják, kérem akarják, de nagyon. Másodszorban van egy törekvés arra nézve, hogy a történelmi jogfolytonosságot némely személyek úgy állítanák helyre, hogy a nemesi kiváltságokat megerősítenék és ezeknek a kárpótlására fordítanák azt a több mint 100 milliárd dollárt, amelyel Ausztria, és Németország, a harmadik birodalom jogfolytonos örököse, tartozik a magyar királyságnak hadiszállítási, adóság és háborús jóvátétel címen. Igen, tudom, erről sem hallottak sem az RTL klubban, sem a többi médiában. Ezért rendkívül fontos, hogy az alkotmányozó nemzetgyűlés összejöjjön, és a XXI. század szellemiségének megfelelően megújítsa, kiegészítse a történelmi alkotmányt, miszerint minden emberi a jog és a törvény előtt egyenlő. Ennek ellenére bárki használhatja ősei címét, rangját, de az semmilyen személyi kiváltsággal nem járhat. Az embereket a tetteik kell, hogy minősítsék, és nem az öröklött címek. Csak röviden megemlítem önöknek, hogy Ausztria és Németország 1945-ben adósa maradt a magyar királyságnak a II. világháborús magyar hadiszállítások ellenértékével. Ezen hatalmas összeg számszerű pontosítása a birodalmi márka és az amerikai dollár akkori és jelenlegi valós érték arányainak figyelembevételével szakértői szinten folyik. Szóval van keresni valunk bőven mind a történelmi alkotmányunknál, mind az ősi államformánál. Rögzítsük. Ez az egyetlen gyors és hatékony kitörési esélye a nemzetnek és az országnak. Higgyék el, hogy mindez a lehetőség csak egy karnyújtásnyira van, és álomszép. Levethetjük a zsarnokainkat, megmenthetjük az ország vagyonát, földjét, vizét és természeti kincseit. Mert a Szent Korona alkotmányából adódóan Mindez a Szent Korona a mindenkori, múlt jelen jövő magyar nemzet jogi megszemélyesítőjének tulajdona. Ezért nem adható el, és nem zálogasítható el, valamint nem játszható át idegenek kezére. Emlékezzenek vissza, mit mondott az Amerikai Egyesült Államok egykori elnöke Thomas Jefferson. Egyetlen nemzedék sem halmozhat fel nagyobb adósságot, mint amekkorát a saját létezése alatt képes visszafizetni. Április 21-én találkozzunk Budapesten. Mozduljon meg a teljes vidék, a gazdák, kis- és nagyvállalkozók, munkanélküliek és aktív dolgozók! Ez, amit itt elmondtam, nem az én nagyszüleményem, ez a valóság. Ezen már nagyon sokan régóta dolgoznak. Köszönet mindenkinek, aki előttünk járva életben tartotta ezt a lángot. Nagy tekintélyi szakemberek is elmondják hamarosan a véleményüket, hallgassák meg őket is. 2010 őszét írjuk, pontosabban már elérkeztünk télhez. Varga Tibor, a Szent Korona alkotmány jogásza, éppen éves konferenciát tartja a Magyarok Házában, a Magyarok Világszövetsége székházában. A Marevosz akkori elnöke, Fetszed János, egy kis cetlivel jár körbe a vendégek között, eljött az idő, a kormány alkotmányozni akar, kikiáltotta magát, a parlamentet alkotmányozó nemzetgyűlésnek. Mi pedig ott tartunk, hogy bár nagyon sokan tudnak arról, hogy létezik Magyarországnak egy alkotmánya, ami érvényben van, de három mondatban nem értünk egyet. Írj le három mondat, volt rajta ezen a cetlin, amivel egyet értesz. És engem is megkérdezett erről a három mondatról, Halász Józsefet is, aki több könyvet írt, és hát rengeteg tanulmányt készített a történelmi alkotmány jogfolytonosságába. Varga Tibort is megkérdezte, megkérdezte Zétényi Zsoltot is, Szőlősi Józsefet is, aki a alkotmány hely, alkotmányos jogfolytonosságot helyreállító nemzeti, nemzetgyűlés nevű társulás, Siklaki István emlékét őrizve, mai elnöke is, hogy mi lenne az a három mondat, és így járta a vendégsereget. Akkoriban nagyon sok mindenki fogalmazott mondatokat, nagyon sok mindenben egyet tudtak érteni, és mégsem voltak sarkalatos pontok. A három mondat 2011. január 9-én ugyancsak a magyarok házában több, talán nevesnek is nevezhető személyiség jelenlétében megszületett. Ez a három mondat gyakorlatilag azt mondta ki, ami utána a mai, alkotmánynak nevezett, bár alkotmánynak nem lehetne nevezni alaptörvényben, a hitvallás fejezetben rögzítve vagyon. Én ezt föl is olvasom, nem akarok még véletlenül sem pontatlanul fogalmazni. Csodának számított, hogy ez a három mondat teljes egyetértésre találta a jelenlévők között, majd mindjárt mondom, hogy kik voltak jelen Magyarországnak, van alkotmánya, mely hosszú évszázadokig, 1944. március 19-éig a német megszállásig de facto hivatalosan is érvényben volt, és de júre alapjogi értelemben érvényben is van. Második pont. Nem alkotmányozni kell, hanem a magyar nemzettestet védelmező történelmi magyar alkotmányt kell helyreállítani. Harmadik pont. Sem a végrehajtó hatalom, sem a törvényhozás, így jelenlegi kormány vagy országgyűlés nem alkotmányozhat. Törvénytelenség jogot nem alapít. Ez a három pont gyakorlatilag megjelenik. A mai alaptörvényben a hitvallás fejezetben sajnos a jogszabályok és a rendelkezés fejezet az már nem követi azt, ami ott megszületett, és hát már az a hitvallás is belevette egy olyan gondolatot, ami ezt elfedíti, 1990. május 2-át nevezi a helyreállító választásnak, mintha a párdemokrácia rendszerében született bármi is megoldás lehetne a történelmi alkotmány helyett, ami érvényben is van. Ez a három mondat azért volt fontos, mert Világosá teszi, hogy 1944, tehát nem olyan messzi időre kell visszamenni, 1944. március 19-ig Magyarország, ha nem is állította teljesen helyre történelmi alkotmányát, hiszen ezt annak idején a Horti rendszerben Horti Miklós többször is kifejtette, hogy csak a helyreállítás folyamatában vagyunk, azért ez az ország az alkotmányos jogfolytonosságért küzdve. Európa hatodik legerősebb gazdasági erejévé nőtt, 1937-re, amikor még egyetlen egy területi visszacsatolás nem történt. Tehát nem volt még a Vécsi döntés, nem történtek meg a Szent Korona országai részszeinek visszatérése a magyar nemzettesthez. A második nagyon fontos dolog, amit kiderült ebből a három mondatból, és nagyon erősen e, hirdettük is, és ezt eze, 2011. március 5-én az első országos értekezleten a történelmi alkotmányunkat helyreállító szövetség, amely itt megalakult, végül is kine, janu, még január 9-én ezzel a három mondattal meg is erősítette, e, hogy a parlament nem lehet alkotmányozó nemzetgyűlés. A 44. március 19 egy kifejezett dátum, és nem nevezhetik alkotmánynak, amit tesznek. Tehát alaptörvényt hoztak, ezt el is fogadta végül is az a kormány. Hogy tekintjük, ez a három pont megvalósult. Ha leszűkítenénk erre a fejezetet. De hát, ahogy látjuk a mai helyzetet, nem megoldás, ha csak ennél a három pontnál maradunk igazándiból most el kell mondjam, kik voltak az alapítók. A Maregosz elnöke Fetszed János, a Fehér Szövetség szóvivője Bor Ferenc, dr. Morvai Krisztina, Európa Parlamenti képviselő, Halász József, alkotmányjogász, egyébként eredetileg informatikus szakember, és Patyasovszki Gábor, a Magyarok Szövetsége egyik húzóembere, akkor már éppen nem épp nem erős és egységes Magyarok Szövetségében még mindig kitartóan a nemzetért szolgáló budapesti hazafi. És Vavrek József, Gligor Csilla, ez a három pont mindenképp egyetértést hozott. És eljutottunk oda, hogy körülbelül három országos értekezlet után, május 7-ére gyakorlatilag 150 szervezet iratkozott fel a 11 pontosra bővült kiáltványhoz, és egy olyan 11 pontos alkotmány helyreállító folyamatot fogadott el, amelyik kimondja, hogy Magyarország államformája, amelyik a történelmi alkotmányhoz hű királyság, amelynek nemzetfőjét az alkotmányos jogfolytonosság értelmében helyreállított választási törvényekkel választják, mert királynője, a nagyboldogasszony, a magyarok nagyosszonya, és amelynek történelmi feladata, hogy azon jogszabályokat, amelyek 1944. március 19-től egészen máig születtek, mind mérlegre tegye, és mindenféle anarchia és államrend és polgárháborús körülmények nélkül egyszerű közjogi harcban a mérleget billentse, bizonyos törvényeket töröljön el, ami alapján lakhatástól lehet megfosztani embereket, úgyhogy az értékeik felére vettek fel kölcsönt, de az értékeik, a vagyonuk, azok nem kamatoztak akkor át, mint az a pénzeszköz, amelyekkel őket esetleg egy bank megsegítette, hogy azt a vagyont megteremtsék, fölépítsék két kezükkel. Három értéket is el lehet venni ma, mert a pénz sokkal jobban emelkedik kamatos kamattal a mai számítások szerint, mint maga az teremtett érték, amiben lak, lakik az ember, a magyar ember. Vagy például olyan jogszabályokat, amelyek különös, lehetőségeket biztosítanak idegen szervezeteknek Magyarországon, mint például az IMF-nek. Vagyonszerzési, földszerzési, ingatlanszerzési lehetőségeket. Vagy például olyan liszaboni és egyéb nemzetközi szerződések aláírásához vezetett ez az alkotmánytalan folyamat, amelyekben végül a föld, a magyar föld, amelynek minden kincse magyar értéket hivatott termelni, az akár egy adok-veszek alkú, egy szabadon forgalmazható tőkeértéket képviselje. Olyan szerződéseket és olyan alkotmánynak nevezett alaptörvényeket irogassunk, olyan szerződéseket kössünk, amelyben lemondunk a függetlenségéről, az ország függetlenségéről, amire még Síklaki István 1990-es években a könyvében ezt írja, sem kormány, sem országgyűlés, és még népszavazás sem jogosult lemondani a magyar nép mai és jövendő nemzedékeinek önrendelkezési jogáról, szabadságáról, avagy a Magyarország függetlenségéről. Tehát még népszavazás sem. Az alkotmány, a történelmi alkotmány, szakrális alkotmányunk, Ó, ősi, hogy meggyőződésem, hogy maga a Szent Korona eszme is csak egy történelmi pillanatban összesítette azt, hogy megfeleljünk annak az európai jogrendnek, amiben már világhatalmak, királyságokat szerveznek, és mi ebben azt az ősi folytonosságot példaadóként tudtuk összesíteni. Ez tükröződik a már a vérszerződés szövegében is, pedig akkor még a mai könyvek nem beszélnek magyar királyságról, holott mi tudjuk, hogy azért ez létezett, hiszen Attila is király volt. És ez tükröződik aztán az aranybullában is, de ezt tükröződik még Szent István intelmeiben is, Imre Számtalan mondatban visszatükröződik az a 5-6 pont, amit nagyon sokan fogalmaztak meg, mint a Szent Korona eszme, értékrend, vagy alapelv, ami szerint alkotmányosan működhet Magyarország. Meggyőződésünk azóta is, hogy a történelmi alkotmányunkat helyreállító szövetség vár arra a pillanatra, amikor újra érvénybe helyezheti az akkor megszervezett erőket. Meggyőződésünk, hogy Magyarország feltámadása csak is a történelmi alkotmány alapjain lehetséges. Hogy ez az idő mikor jön el, ez nem csak azokon múlik, akik egy-egy ügyben hangosak, mint például Kásler Árpád a devizahitelesek kérdésében, vagy mondjuk a Történelmi Alkotmány Helyreállító Szövetség az alkotmányozás kérdésében, amikor ez volt napirenden, vagy például a Gazdatanácsok Szövetség, amikor a földkérdések vannak napirenden, az idő akkor is akkor fog eljönni, amikor a társadalmi erő is megszületik ez. Alkotmányosság nélkül, jogfolytonosság nélkül nemzet nincsen. Mikor a kormány alkotmányozási idézőjelben mondtam, folyamatot lezárta, és meghozta azt a bizonyos alaptörvényt, amivel egyáltalán nem voltunk elege, elégedettek. Azon kívül, hogy a hitvallás fejezetében tényleg visszaköszöntek azok a gondolatok, amiért küzdött a Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség, a Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség folytatta a munkáját. Röviddel, három héttel a köztársasági elnök aláírása után, május 7-én megalakult az. Állandó értekezlet, aki azóta is létezik. Az Állandó értekezlet május 7-én az alakulógyűlésen euh, egy 11 pontos nyilatkozatot fogadott el. Ezt minden állandó értekezleti tag saját keze kézjegyével látta el, és az akkori TAS az én voltam, én pedig hitelesítettem. Fölolvasnám ezt a nyilatkozatot. A TASZ állandó értekezlet tagjainak nyilatkozata. Mély meggyőződésemben, hogy a magyar nemzetnek, Magyarországnak történelmi alkotmányunkat helyreállító elvi és cselekvőképes szövetségekre van szüksége ahhoz, hogy történelmi alkotmányát jogfolytonosságába visszajelzze, és hogy annak szellemében gyarapodjék és éljen az egyetemes magyar nemzet. Ezennel a mai napon én, itt a névszületési hely időpont szerepel, kijelentem, hogy az engem megbízó és bennem bízó és a TASZ április 16-án 11 pontban meghatározott alapelveivel egyetértő személyeket, közösségeket mindig tiszta lelkiismerettel, a legjobb tudásommal és maradéktalanul képviselve, cselekvő tagságot és teljes jogú részességet vállalok, a történelmi alkotmányunkat helyreállító szövetség állandó értekezetének munkájával. Mindaddig, míg céljának megfelelően hazánk alkotmányos rendjének természetes úton történő helyreállítása meg nem valósul. Azaz, a TASZ alapelveiben megfogalmazottak alapján létre nem jött alkotmány helyreállító nemzetgyűlés, ki nem mondja a jogfolytonosságot, az 1944. március 19-éig fennálló történelmi Magyarország jog- és államrendszerével. És ki nem nyilvánítja, hogy az alkotmányos jogrend a történelmi alkotmány szellemében Magyarországon helyreállt. Azaz azt, hogy Magyarország jogfolytonos államformája királyság, melynek szakrális királynője a nagyboldogasszony, a magyarok nagyasszonya, és melynek nemzetfőjét és nemzeti képviseltét a történelmi alkotmányjal összhangba hozott választási törvény alapján választották meg és választják. És ahol az alkotmányosan választott országgyűlés alsó és felsőháza megkezdte működését, és ahol az országgyűlés által jóváhagyott alkotmányos törvények alapján Magyarország ítélőtáblája, nemzeti honvédsége, nemzeti rendőrsége, nemzeti csendőrsége és Magyarország munkaegyenérték elszámolású önálló és független nemzeti fizetőeszközére alapozott nemzeti bankja is meg nem kezdte működését. Isten engem úgy segíjen. Kelt 2011. május 7-én Budapesten a Magyarok házában. Az egyik könyvemben, ami a, az elmúlt magyarok világkongresszusára lett kiadva, az én előadásom is, az írásbeli adásom, mert a szóbeli adásom más volt. Azt írtam a magyar alkotmányról, hogy az isteni sugallat. És tartom is, hogy isteni sugallat keletkezhette csak azt, hogy a legfőbb hatalom a Szent Korona, amelyik nem tudja az akaratát kinyilvánítani. Csupán annyit nyilvánít ki a Szent Korona, hogy a nemzetnek a feje a király, és a Szent Koronának a tagjai, a tagok egyetértésben kell, hogy kormányozzák és vezessék az országot. Ilyent más alkotmány nem mond ki, csak a magyar alkotmányban van ez meg. És ennek a betartása biztosítja azt, hogy nem következhet be senkinek a túlhatalma, nem jöhet elnyomás, mert az elnyomás ellen jogom és kötelességem van ellentmondani, és akár fegyverrel is fölkelni következményeknél. És ezt az alkotmányt kell feltétlenül visszaállítani. Na most akkor, amikor az aranybulla született, akkor még a nemesség származó, szá, ö, származtatta tulajdonképpen a nemzetet, mert a jobbácsorban lévő emberek nem szólhattak még bele az ország sorsának az alakításába. De az is szabályozva volt, hogy mi a főúrnak a kötelessége, mégpedig úgy volt szabályozva, hogy a jobbágy kötelessége volt leírva, de azon túl nem követelhetett semmit. Tehát implicite meg volt határozva az is, hogy mi a főúrnak a kötelessége, és végeredményben az, hogy a jobbágy tartozott tizeddel és, és kilenceddel, fiúnak és a papságnak. Manapság ennél talán több az adó, mint amit akkor megköveteltek a terményt előállító és állatokat nevelő jobbágytól. Na jó, hát ezen kívül is volt még, mert hiszen volt hosszú fuvar, és meg voltak még, hogy, hogy bizonyos alkalmakkor, hogy a királynak és ökörrel tartoztak voltak még, de nem voltak agyon adóztatva a jobb ágyok, azt meg kell állapítani. De a történelmi fejlődés során a főúri kiváltságokat megszüntették, és a 1848-as áprilisi törvényekkel a jobb ágyokat, ahogy akkor mondták, az alkotmány sáncain bívülre engedték. Tehát megszűnt a kétféle jogállás, csak is egyféle jogállás volt, a Szent Korona tagjává vált a főúr is, meg a jobbágy is. A Szent Korona fejévé, feje maradt, a válasz, szabad választással választott, az koronázási esküt letevő, amelyikben megáll, megfogadja azt, hogy a régió is bevett szokásokat megtartja, senkinek a jogát nem csorbítja, és a hazát megvédi minden ellenségedől, és megkoronázott király hogy a megkoronázás is olyan, olyan szertartás volt, aminek a legkisebb része is szigorúan meg le volt írva, és be kellett tartani. Úgyhogy nem lehetett valaki csak úgy egyszerűen királyát tenni. A mai beszélgetés elhoztam magammal egy kis könyvecskét, eredeti kiadás. Az 1989. október 23-án érvénybe lépett Magyar Köztársaság alkotmányát. Ez azért nagyon fontos, mert nem sokat a preambulumot, öt és fél sort ebből kénytelen leszek idézni. Ez a kis könyvecske az ebben foglaltak, képezték egészen 2012. január 1-ig, a magyar állam működésének alapjait. Nézzük meg, hogy mennyi következetesség van rögtön az alkotmány indításakor. Engedtessék meg nekem, hogy 5 és fél sort felolvassak. Így indul az okmány a pártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében az országgyűlés hazánk új alkotmányának elfogadásáig Magyarország alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg. Itt öt célkitűzést említ föl, több pártrendszer, parlamenti demokrácia, szociális piacgazdaság, jogállam és békés politikai átmenet. Ha elgondolkodunk ezeken a fogalmakon, ezeken a célkitűzéseken, ha igazán mélyen gondolkodunk, meg kell alapítanunk, hogy ez ne egyik sem cél. Ha ezt megvalósítjuk, eszközöket nyerünk valamilyen valódi cél megvalósításához. Ez a 89. október 23-i alkotmány nem fogalmaz meg célokat, eszközöket keres, a célok helyébe eszközrendszert állít, gondosan elhallgatván, hogy milyen célból készült ez a kis könyvecske, ez a kis jogrendszer. <kül> Nekem mély meggyőződésem, általában az élet híveként, hogy bármilyen nemzet, bármilyen alkotmányának egyetlen egy fő célja lehet, az adott nemzet közép hosszú távú szinte végtelen éltetése boldogságban, gyarapodásban, békességben, szeretetben. Ezek a fogalmak. Teljességgel hiányoznak ebből a kis könyvecskéből, amit úgy neveznek, hogy a Magyar Köztársaság alkotmánya. Persze én értem, mert ha nem jelölünk meg valódi célt, amelynek alanya a nemzet és az azzal kapcsolatos elérendő minőség, kicsit olyan helyzetbe kerülünk, mint az egyszeri hajó és hajós esete. Amikor beszélgetnek arról, hogy hány bruttó regisztertonnás az illető hajó, hány fedélzete van, hány éves a kapitány, milyen szextánssal hajóznak, de hogy mi a hajózás iránya, merre van a kincses sziget, arról egy árva szó nem esik. Így aztán nem is lehet számon kérni, hogy miért nem arra hajózunk. Tessék, szívesen ezen elgondolkodni. A másik, amin el kell gondolkodnunk, hogy milyen körül, történelmi körülmények mellett született ez a kis könyvecske, és azok mennyire fogadhatók el a szabadság, a népakarat megnyilvánulásaként. Úgy találtam, hogy hat pontban megalapítható, hogy jogérvénytelen ez a kis jogi mestermunka egyesek szerint fércmű, én szerintem. Nem voltok mind a hat pontra kitérni, itt két nagyon fontos vetőletet villantanék fel, hogy hogy működik ez az egész rendszer. Mondjuk a bináris kódolás, hogy közelebb hozzam a kedves nézőhöz, példával, konkrét példával élnék. Az általános népi bölcsességben ez úgy jelenik meg, hogy kicsit terhes kislány nincs. Vagy várandós a hölgy, vagy nem az. Nem lehet megmagyarázni, hogy 90 ban várandós, 10 ban nem vagy fordítva. Ez ugyanolyan, mint a nemzeti szuverenitás. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a második világháború során, amikor a német megszálló hatalom bevonult 1944. március 19-én, akkor Magyarország korlátozott szuverenitású országgá vált, mert bizonyos jogokat meghagytak a németek, a megszállók. Kérem, ez nem így működik úgyhogy kicsit terhes kislány sincs. Egy országba bevonult egy idegen megszálló, azaz az ország elveszítette az önrendelkezését, idegen szóval szuverenitását, más az úraházban, és abban a pillanatban az ezzel kapcsolatos összes politikai felelősség a megszálló hatalmat terheli, mint szuverenitás gazdát. Itt utalnék arra, hogy bizonyos embercsoportok egész addig, amíg a magyar szentkorna alkotmányának védelmét élvezték, 44. március 18-ig bezárólag, a hajuk szála nem görbült. Nehezebb sorsuk volt, problémáik voltak, bizonyos korlátozásokat elszenvedtek, de a hajuk szála meg nem görbült. Majd erre az vetületre később visszatérünk. Konkrétan a 89-es alkotmány. Van egy általános jogelméleti tétel, ami úgy szól, és ez egybeveszi, ez nem csak római jogi rögzítés, hanem a magyar történelmi alkotmány, a magyar történelmi jog szerves része, miszerint hatalom nem alkotmányozhat, a hatalom köteles önmagát és önmaga tevékenységét alávetni a nemzet által hosszú idő alkotó létrehozott alkotmánynak. Nézzük meg, milyen körülmények között született meg az a 89. október 23-i alkotmány, tápolmány. Kik hozták ezt létre? Körülbelül egy másfél éves előkészítő munka során először ellenzéki kerekasztal dolgozott ezen a témán, majd később az illetékes, akkor éppen regnáló hatalom illetékesei. Mint egy Hozzá ehhez az ellenzéki kerekasztalhoz, mondhatjuk fordítva is, és együttes munkával létrehozták ezt a több mint húsz évvel ezelőtt született tákolmányt. Ugye hatalom nem alkotmányozhat, amikor hatalmi befolyás van, az nem szabad alkotmányozás. Már pedig meghirdetve ez volt, hogy legyen szabad alkotmányozás. A hatalom legdurvább formája a fegyveres hatalom, és azon belül is a legdurvább az idegen fegyveres hatalom. Nem sokan ismerik a részleteket. 1989. október 17-én a magyar közlönyben megjelent a jogszabály, miszerint feloszlattatott a munkásőrség hallottuk, ismertük a mondást, munkásököl, vasakol, oda sújt, ahova köl, és hasonló ritmusokat a korombéliek még ismernek. A magamfajták nagy örömmel vették tudomásul, hogy Istenem, ezt is megéltük. De óvatosak voltunk a reményeinkben is. Később csendesen nyugtáztuk azt a politikai tapasztalatot, hogy kiderült, Formailag feloszlatták ugyan a munkásőrséget, de a fegyvereket csak egy hónappal később, október 16-án szedték össze. Magyarán: ha a magyar nemzet nem fogadta -e volna el ezt az alkotmánytálkolmányt, 89. október 23-án, akkor <kül> bármikor megindulhattak volna a Lenin fiúk látszólag nem szervezett keretek között, mert a fegyverek bizony kim voltak náluk. Na ez a hazai vetület. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy az idegen megszállók jelesül a szovjet vörös hadsereg egységei. 1991. június 18-áig jelen voltak Magyarországon. Az utolsó tábornak elvtárs akkor vonult át az Áhonyi hídon. Magyarán, ha pontosan akarunk fogalmazni, belföldi munkásőrségi és idegen megszálló szovjet szuronyfedezet mellett jött létre a 89. október 23-i alkotmánytákolmány. Miért kell ezt ilyen pontosan végigvenni? Mert föl kell tennünk a politikailag semleges kompjúternek az eldöntendő kérdést. Tekinthető-e szabad alkotmányozásnak a népakarat szabad megnyilvánulásának. Egy alkotmányozás akkor, amikor az belföldi és szurony fedezet, külföldi szuronyfetelezett védelme mellett ment végbe. Igen, egyest ad ki a kompjúter, nulla, akkor, amikor érvénytelennek nyilvánítja a kérdést, azaz a szabadságot nem látja megalapozottnak. Mindenki persze saját magába döntse hogy ez-e a szabad alkotmányozás ő szerinte. Én úgy vélem, hogy a kompjúter, ahol ugye be vannak táblálva az adagok nagy tömegével, egyértelműen kidobja, hogy ez egy nulla érvényességű. Na most itt nagyon fontos egyéb matematika és egyéb fiziológiai, az élettel kapcsolatos konkrét dolgokat be kell gyűrűsztetnünk. Dieter azt mondja, az Antropozófiai Társadalmi Impulzus című munkájában 1984, hogy a valóság kényszerítő, mert a megismertnek nem tudok ellene gondolkodni. Legfeljebb is csak annyiban vagyok szabad, hogy a megismertnek megfelelően cselekszem, vagy azzal ellentétesen, de ekkor már elhagyom a tiszta szellemi életet. Mit jelent ez a gyakorlati nyelven lefordítva? Ha egyszer megtanultam, hogy kétszer, kettő, négy, gondolatom tíban tisztán benne van. Soha többé nem tudom azt gondolni, hogy kétszer, kettő, hét vagy 11. Mert ez a fejemben egységes rendszerként benne van, nincs belenyúlási, hamisítási lehetőség. A, a következő lépcső nem a gondolkodás, mert ott nem lehet hamisítani, hanem a cselekvés ott már szembe helyezkedhetek a valósággal, a kétszer kettő négyel, de akkor már elhagyom a tiszta szellemi életterületét. Tehát ha rendet akarunk a világunkban, és mi a mi részénkről rendet akarunk, akkor komolyan kell vennünk ezeket az ismereteket, az egyes szavak pontos jelentését. Tehát ha a kompjúter kiadta, hogy nem történt szabad alkotmányozás, 89. október 23-án, mert belföldi és külföldi szuronyfedezet meghiúsítja a szabadságot, hogy a szabadság mint fogalom érvényesülhessen, akkor az egy érvénytelen alkotmánytákolmány. Nem lehet még egyszer elővenni a láda fiából. Ennek az értéke, a, a bináris értéke nulla, tehát soha többé nem lehet hivatkozni, mert olyan volna, mintha a kétszer-kettő egyenlő hétre hivatkozhatnánk. Hivatkoznánk. Nem hivatkozhatunk a kétszer-kettő hétre. Még egy megközelítés ehhez az egész alkotmánytákolmányhoz. Akkor jogszerű egy jogjogmány, ha valami korábbi valóban jogos jogszabályra törvényre, alkotmányra, rendeletre, magas szintű jogszabályra lehet visszavezetni, vagy általános népi fölhatalmazás eredményeként született meg. Erről szól a népszuverenitás, mint olyan intézménye. Vizsgáljuk meg ennek a 89-es alkotmány a születési körülményeit. Ugye tudjuk, hogy nemzeti kerekasztal, előzetesen ellenzéki kerekasztal. Nem emlékszem olyan népszavazásra, amikor a magyar népet, a magyar nemzet tagjét megkérdezték volna, hogy hogyan akar élni, milyen társadalmi rendszerbe, továbbra is bolsevik diktatúrába, népköztársaságba, tanácsköztársaságban, netán. Netán magyar királyságban, az alkotmányos királyságban, amit a német megszállás megszakított. Én nem emlékszem ilyen kérdőívre, népszavazásra. De nem tudok olyan jogszabályról sem, aminek alapján akár az ellenzéki kerekasztal megjelenített és valóban ténykedő képviselői jogosultak lettek volna arra, hogy bármit is hozzászóljanak a társadalmi rend alakulásához. Se a magyar királyság, se a magyar köztársaság, se a magyar népköztársaság. Utóbbiaknak természetesen nem is volt rendes jogalapjuk, de még az ő jogrendjükből sem fakadt semmiféle olyan felhatalmazás, amelynek alapján az ellenzéki kerekasztal összeülhetett volna, netán egyesülhetett volna a fennálló hatalom illetékesével, és együttesen később, mint nemzeti kerekasztal működhetett volna. A magyar emberek hajlamosak a szépre és a jóra. Amikor azt hallják, hogy nemzeti, akkor az megérinti a szívüket. A hatalom illetékesei nagyon gyakran visszaélnek ezzel. Itt is ez történt. Tíz éves elemzői múltal csak megkérdezném. Biztos, hogy nemzeti volt ez a kerekasztal? Mert szerény véleményem szerint akkor lett volna nemzeti, lévén, hogy a nemzet határa és az ország határai nem esnek egybe, legalábbis Trianon óta, azelőtt sem, de azóta garantáltan nem, akkor lett volna nemzeti, hogyha ezen az alkotmányozási játszmán jelen lettek volna mondjuk az erdélyi magyarok legitim szervezetének képviselői, jelen lettek volna a felvidéki, a kárpátai, a délvidéki, a várvidéki magyarok képviselői. Tud valaki nekem információt adni arról, hogy ilyenek jelen voltak? Ugye, hogy nem. Akkor ez nem nemzeti kerekasztal volt, ez országos kerekasztal volt. Egy kérdésem van, természetesen költői kérdés, amelyik szervezet már a saját megnevezésében, a saját nevében is hazudik. Megtéveszt, hogy szunccére utaljak. Attól mit várjunk? Miért kellett ez a hókusz -pókusz? Azért kellett, mert a korábbi állapot már fenntarthatatlan volt, forradalmi helyzet alakult ki rendkívül aljasnak minősítem Antal Józsefnek azon mondatát, aki úgy nyilatkozott egyszer fölháborodottan. Tetszettek volna forradalmat csinálni, ha valakinek, ő neki pontosan tudnia kellett volna, hogy ez egy nagyon aljas mondat volt. Ő pontosan tudta, hogy itt voltak a szovjet megszálló csapatok. Tudták, tudta pontosan, ha a magyar nemzet megmozdulna, itt rögtön iszonyú lövöldözés lenne. Ő játszott ezzel, költőt játszott, ahelyett, hogy politikusként a saját dolgát tette volna. Megengedhetetlen. Akkor miért is kellett ez az átalakulás? Azért kellett, mert világhatalomváltás volt éppen. Egyes feltételezések arról szólnak, és én szerintem jócskán megalapozottam, hogy ott Málta szigete mellett Gorbacsov és az öreg Bush elnök körülbelül kidolgozta azokat a fő vonalakat, hogy a világot hogyan kell átrendezni. A Szovjetunió éppen hanyatlóba volt, nem tudta tartani, finoman fogalmazva, a nyugat felé néző szatellit országait, és egy tételben ezeket az országokat áttolták az állítólag nem létező pénzhatalom, a láthatatlan pénzügyi hatalom függőségi rendszerébe. Azt mondják, rendszerváltás volt. És a felügyelő hatalom is megváltozott, legalábbis annyira, ahogy mondják, hogy eltűnt a szovjet megszállás, és szabadok lettünk. Ezek az emberek nem olvasnak József Attillát, és nem figyelnek Pongrácz Gergelyre. József Attila már 1937-ben megírta a Gyönyörűt láttam című versét, ahol a vers közepe felé így fogalmaz. Jogállamban a, fé, a pénz a fegyver, a hadviselés itt ma más, a hős a kardot kisebb rántja, bankó a bombarobbanás, és mint fillér száll szét a szilánkja. Gyönyörű, kettős aliteráció. A gyakorlat embere Pongrász Gerge, a Korvin köz parancsnok, ezt többen úgy fogalmazta meg, hogy kimentek a tankok, bejöttek a bankok. Ma, ha valaki akar egy pisztolyt igényelni, egy vadászlőfegyvert igényelni, nagyon komoly ellenőrzésnek vetik alá. Gondolkodjunk el József Attila igazságán és bölcsességén. Jogállamban pénz a fegyver. Micsoda őrült összegek a magyar állam ellenőrzése nélkül mozognak ebben az országban. Mit mond ki a magyar történelmi mi alkotmány? Éppen Halász József, kedvenc kollégám, nyilatkozott erről nagyon szép tömörfogalmazás. fogalmazás. Minden magyar értéknek a magyar érdekeket kell szolgálni. Teljesen egyértelmű, félre magyarázhatatlan jeles gondolat. Mi folyik ebben az országban? Idegen fegyveresek garázdálkodnak a 89-es alkotmány fedezete mellett. Bogár professzortól származik az információ, ha jól emlékszem, 30 év alatt 400 milliárd dollár értéket vittek ki alkotmányos, jogszerű fedezet mellett ebből az országból, kamatszivattyú és profitszivattyú révén. Érdeke ez a magyar nemzetnek? Miért nem szerepelt ebben hogy az elsőrendű valódi cél, a kincses sziget, a magyar nemzet hosszú távú éltetése, gyarapítása. Úgy gondolom, megfontolt szándékkal nem szerepelt, mert különben számol lehetne kérni. Ezek a valódi értékek a magyar történelmi alkotmányban szerepelnek, vagy az ezt megelő, megelőző, ahogy Bakai Kornél professzor úr többször is nyilatkozott erről, az úgynevezett Konstitúció Avitika Hungárikában, hogyha valaki nem ismeri, ez a Szent Korona megelőző magyar jogrend, amit a nyugati jogtudósok egytől eddig ismernek és elismernek, mint a magyar jogrend őségi alapját. És akkor nekünk, mai állapotban, mai körülmények között élő magyaroknak bizony nagyon el kéne gondolkodnunk, hogy mi is történik velünk, és hogy történhet ez, és miért történhet ez. Mi folyik itt? Azt látjuk, emberek ezrei válnak öngyilkossá, reménytelennek tartva sorsukat, nem látva kiutat. és eladósodnak, és újra eladósodnak, és várva várt gyermekek nem születnek meg, és a magyarság előregszik, és egyesek nyugaton pofátlanul nyilatkoznak arról, hogy bőven elég nekünk egy 7 milliós Magyarország. Még jó, hogy egyesek ehhez eljutnak az ilyen hírek. A kérdést úgy tegye föl magának minden magyar gondolkodó, hogy mire szavaz egy kihaló Magyarországra, idegenekkel betelepítetten, vagy netán akarjuk, hogy a saját csodálatos őskultúránk, a saját varázslatos ősnyelvünk tovább éljen gyarapodva, és netán ősi kultúránk példát mutasson az egész világ számára. Szeretem a történelmet és a kultúrtörténelmet is. Figyelem a világ híreit. 2005-ben itt jártak nepáli papok, buddhista papok, arról nyilatkoztak, hogy a Kárpát-medence vajúdva szüli az emberiség jövőjét. A vezetőik pedig azt mondta, hogy ők pontosan tudják, hogy a nagy változás Magyarországról fog kiindulni. Nagyon tisztelem Pádre Piót, Pió atyát, akit a nyugati kereszténység szentemberének tartok. Ő egyszer Magyarországot egy kalitkához hasonlította, amelyből egyszer egy varázslatos madárka fog kiszállni, és említett, hogy addig még sok szenvedés vár a magyarokra. De végül is a magyarok lesznek azok, akik megmutatják az utat egy új társadalom, egy új világ felé, és ez nagy jótétemény lesz az egész emberiség számára. Nekem elemzőként föltűnt, hogy a buddhista, a keleti szentemberek is az emberiség szót használták, és pátre Pio a nyugati szentember is az emberiség szót használta, és hogy mi magyarok valami jót tudnánk tenni az emberiség számára. És én elszégyeltem magam, és elkezdtem gondolkodni, vizsgálódni, hogy mi az, amit tudnak a keleti szentemberek, tud a nyugati szentember, én pedig nem tudok. És néhány év gondolkodás után rájöttem, hogy nekünk magyaroknak egyetlen egy olyan abszolút kincsünk van, amit ma már úgy hívok, hogy az élet értékrendje. Mert meg kellett alapítanom, hogy a jelenlegi létezésünk a halál értékrendjének megfelelő vegetáláshoz hasonlítható. Ezzel szemben áll a Szent Korona értékrendje, ami az élet értékrendje. Akárki megvizsgálja, a saját környezetét. A világ tudós embereitől olvas, nem kell többet olvasni, véglászló, kiváló tudósunk. Megjelentette a 90-es évek vége felé a könyvecskéjét Fentartható fejlődés a Földön címmel. Nagyon nagy, bölcs könyvecske. 5-6 évvel később megjelent a picikét átdolgozott, picikét kiegészített kiadása a legfontosabb változása címben volt. Ő már nem fejlődésről beszél, azt mondja, a fenntartható élet a Földön. Egy beteges mánia, ahogy mennyiségben mérjük örökké a fejlődést, és nem veszük észre, hogy van minőségi fejlődési lehetőség is. Arra kell a hangsúlyt fektetni. Fölmerül mindenkibe az a kérdés, hogy miért beszélünk Szent Kolona alkotmányosságáról. Mi a köze egyáltalán a Szent Kolonának az alkotmányhoz? ez a kérdés, hogyha úgy vetjük fel, hogy mi a Szent Koronának a köze a iránymutatáshoz, akkor eljutunk a válaszig. Ez pedig a következő. 1954-ben a mezopotámiai, vagy mezőpotámiai úrvárosában, ami szintén véletlenül magyar nevű város, megtaláltak egy kőtáblát. Ezen a kötélványon egy hatalmas, nagy erkölcsi iránymutatás rendszer rajzolódott meg. Ezt a megtalálója, Kramer professzor elnevezte paralel Bibliának, és amikor Jós Ferenc kezébe jutott, akkor rájött arra, hogy tulajdonképpen ez azon az arámi nyelven íródott ami Jézus anyanyelve, és mellesleg pedig a magyar nyelv ősének tekintető, tekintettel arra, hogy ugye a nemrégen meghalt Varga Csava bizonyossága szerint a ma beszélt nyelvünk 60%-a még az arámi szó gyökökre vezethető vissza. Nos, hát ezért nevezze el, Vadényi Ferenc, Vadinyos Ferenc magyar bibliának ezt a urvárosában megtalált kőbevésett remekművet. művet. Azért hangsúlyozom ki a kőbevésetet, mert Vaselbert hagyatékában ugye apó, a nemzettátosa azt mondja, hogy urvárosában vésték kőbe az Isten szavát. Ez ugye kapcsol bennünket. Na és akkor most mi a kapcsolat a Szent Korona és a alkotmányosság vagy iránymutatás között? Hát azt kérem szépen, hogy ebben a magyar Bibliában a következőt olvashatjuk. A teremtő az ember fejére tette a Szent Koronát, hogy ezen keresztül a lélekfénye uralja és formálja az anyagot. Ez a legalapvetőbb iránymutatás. Mit mond? Az, hogy az Isten határozza meg, és a lélek keresztül adja át nekünk azokat a iránymutatásokat, ami alapján a Földet, az anyagot uralni és formálni kell. És hát ez a gondolat fogalmazódott meg később a Hunskitáknál, mai újra jött területén, ahol akik azt mondták, hogy a legnagyobb érték a teljes tudás és a szabadság kettős egysége, mint egy továbbvíve vagy gyakorlatilag téve ezt az iránymutatást. Nos hát ez az, ami öt ö, olyan pontban foglalható össze, ami a magyar ö, ős történetünk és a magyar történet maga. Ö, bizonyítékai alapján teljesen egyértelmű. Amikor olvastam a, ezeket a műveket, akkor föltűnt, hogy van öt olyan kifejezés, ami folyamatosan visszatér. És aztán arra gondoltam, hogy vajon mi ennek az oka? És akkor jöttem rá arra, hogy tulajdonképpen ez azért van, mert ez az öt kifejezés egy logikai rendszert ad. És ez a logikai rendszer az az isteni iránymutatás, ami alkotmánynak tekinthető, vagyis az alkotó alkotásának működtetésére vonatkozó akaratát jutatja el hozzánk. Ezt pedig gondolom, hogy nagyon sokan ismerik az első, amit, és elnézést kérek, ezt most csak azért mondom latinul is el, hogy érezzék, hogy abban az irodalomban, ami ezen a nyelven fogalmazódott meg az elmúlt 1100 évben, ott is megszerepeltek ezek. Az első tehát az, hogy Hungária szemper libera, Magyarország örökké szabad. A második az unelte Adem libertas. Ez azt jelenti, hogy a kötelezettségek és jogok összhangjában mindenki egy és ugyanazon szabadságot élvezi. Ez az alap az ember és az állam szabadsága. Ez alkotmányos alap, iránymutatás alapja. Ez egészíti ki a szabadság föltételeinek meghatározása. Az első az, hogy Sacra Corona Radix Omnium Possessionum, a Szent Korona minden birtoklás gyökere. Tetszenek érteni, akik most a Földdel foglalkoznak? Nem tulajdonlás, Birtoklás, mert a tulajdonos maga a Szent Korona, tehát ő adja a birtoklás jogát. Vegyük már észre emberek. És a negyedik, az a subszpéciészaklékoróni, mindennek a Szent Korona ö, szellemében eszménye szerint kell történnie, vagyis minden magyar érték a magyar érdeket szolgálja. Te érteni? Nem visszük ám ki a ö, kamatokat, nem visszük ki, azt nem ők termelték, nem visszük ki a profitot Magyarországról, nincs is profit. Az értéknek kell hangsúlyt adni és értelmet adni. És semmit nem ér, ha meghatározom pusztán, hogy mi a szabadság, és azt mondom, hogy na hát ez az iránymutatás és a föltételeit, ha nem mondom meg, hogy ez pedig ember neked meg kell védened. Erre szolgál az ötödik pontja a iránymutatásnak ez a sokak által többször idézett, József Szendiet kontra Szendi, az ellenmondás és ellenállás joga. Ami nagyon érdekes módon nem csak az aranybulában van meg, mint nemesi jog, nem általános emberi jog, nemesi jog, hanem benne van a mostani alaptörvényben is ha jól emlékszem, a C pontban, amikor azt mondja, hogy amennyi, hogy erőszakos hatalomgyakorlás a szilos, és mindenkinek joga és kötelessége törvényes keretek között ellenmondani és ellenállni mindazoknak, akik erőszakosan gyakorolják a hatalmat. Érdemes azon elgondolkozni, hogyha hamisított választásokkal, megtévesztéssel történt választásokkal, kerül hatalomra egy helytartóság, akkor ez erőszaknak minősülete. Nos hát azért mondtam ezt egy kicsit bővebben el az irányelv alkotmányozás kérdését, hogy érezzük mindannyian, hogy ez bizony nagyon is a mindennapi életet határozza meg. Ennek a betartása az nem valamiféle jogi csürcsavalás, hanem minden ember életének alapvető Meghatározója. Ezért tehát nekünk vissza kell térni ehhez az isteni iránymutatáshoz. Hatályba kell helyezni ismét azt az alkotmányt, ami ezt az isteni iránymutatást adja nekünk. Természetesen tudom azt, hogy az embereknek egy része nem hisz, Isten, nem hisz Istenben következésképpen, hogy azt mondom neki, hogy az Isten adja nekünk az iránymutatást a ö, életünkhöz, akkor ugyan vele, hogy na jó, hát minek szól ő bele. E, nagyon érdekes e, és tanulságos vitám volt az elmúlt években a természetjog és a Szent Korona e, tan vonatkozásában. És itt visszautalok erre. És nem akarok én meggyőzni senkit, hiszen e, ez aztán tényleg a szabad akarat kérdése. Csupán egyetlen dolgot szeretnék tisztelettel mindenkinek a szíves figyelmébe ajánlani, hogy volt egy ember néhány évvel ezelőtt halt meg, úgy hívták, hogy Siklaki István. Őt nagyon sokan ismerik, ismerték, mint közgazdász professzort, és István hatalmas nagy érdemeket szerzett a természetes Közgazdasági gondolkodásmód érvényesítése során. Amikor 2002-ben először beszélgettünk, akkor az István azt mondta, hogy a természetjog határoz meg mindent, és amikor kifejtette a természetjogi alapelveket, akkor érdekes módon teljesen azonosak voltak a ö, magyar Bibliában megfogalmazott, ö, illetve abból következő öt alapelvel. Tehát aki nem hisz Istenben, az akkor vegye úgy, hogy ez a természeti törvényeknek a velejárója, és arra szolgál, hogy szerves egységként éljen a Földön az ember a természettel. Egyébként érdekes módon, hogyha úgy átgondoljuk és láttuk, és ez a Szent Kona értékrend szerinti alaptörvénynek az egyik alapkérdése, a természetpusztítás tiltása. Tehát ha valaki nincs, nem akar Istenbe hinni, vagy most nem hisz még Istenben, akkor vegye úgy, hogy ez józan paraszti észsel megalkotott dolog, ami arra vonatkozik, hogy egymással ne veszekedve, egymást kihasználva, kizsákmányolva éljünk, hanem egymás érdekeit Tiszteletben tartva és figyelembe véve. És hogyha így gondolják át ezt az iránymutatást, és így olvassák el ezt az öt pontot, akkor rájönnek arra, hogy épp úgy, mint ahogyan Sikrak István is rájött élete utolsó három évében ő szent koronásról lett, épp úgy rá fognak jönni arra, hogy ez az ő általuk természeti törvénynek mondott fogalmaknak a megfelelője egy másik átételben. És azt szeretném tisztelettel kérni viszont őtőlük, hogy ők meg ne vessék el ezt azért, mert mi, Isten hívők, azt mondjuk, hogy ez Isten iránymutatás, hanem fogadják el, hogy amit ők természeti iránymutatásnak mondanak, az a mi szóhasználatunk szerint Isten iránymutatás. Egyszerűen arról van szó, hogy a együtt élésünket, az embereknek a mindennapi életét kell valamiféle rendszernek szabályoznia. És ennek a rendszernek kell, hogy egy alapja legyen, ha úgy tetszik iránymutatása. A magyar nyelv csodálatos kifejező. Amikor azt mondom, hogy alkotmány, akkor arra kell gondolni, hogy mit jelent ez a szó. Van egy alkotó, a teremtő. Neki van egy alkotása, egy teremtése. És mint egy ö, precíz mérnök ember, ha úgy teszik, elkészíti ennek a használati utasítását. Tehát ad a kezünkbe egy szabályozást, hogy ember, én most rádvízom ezt a Föld nevű bolygót, és megmondom, hogy milyen irányelvek, iránymutatás szerint használt föl azért, hogy az én akaratom érvényesüljön, de ez nem azért van, mert én találtam ki, hanem azért, mert ez neked is jó. Nos, hát ez az alkotmány. Most, hogyha ezt, be, ezt elfogadom, akkor teljesen egyértelmű, hogy fölösleges arról beszélni, hogy ez történelmi fejlődés eredménye, emberi munka, vagy valamiféle olyan, szabály, ami bármikor változtatható, mert ez nem. Ez a Föld és a világ teremtésétől kezdve változatlan. Most az, hogy az ember egy bizonyos rétege, az emberiség egy bizonyos rétege úgy érezze, hogy ez az ő egyéni érdekeivel ellentétes, mert ő uralkodni akar, ő azt akarja, hogy más ember alárendeltje legyen az ő akaratának, és ezért azt mondta, hogy akkor én most alkotmányt csinálok, és az alkotmány ez nekem jó, vagy valaki egy bizonyos rétegnek, mint ahogyan ugye a Aranybúla is mondja hogy a nemesekre vonatkozik. Aki nem nemes, az nem is ember, az hagyjuk békébe, az a semmi dolgunk nincs. Tehát az emberek megpróbálták ezt az iránymutatást saját kényük kedvük szerint alakítani, de aztán mindig visszabillent a helyes irányvágásba, és hát persze ez nem napi emberi mércével mondhatni, hogy egyik napra a másikra, hanem néhány száz, néhány ezer év után mindig helyreállt a rend. Nos hát most is ennek kell helyreállnia, mert akár akárhogy nézzük Magyarországnak a iránymutatását, most már 1100 év óta nem ez az isteni akarat, szándék jelenti, hanem idegen érdek szándéka amikor őseink még azt mondták, hogy mi nekünk a legnagyobb értékünk a fölről jött tudás és a szabadság kettős egysége, akkor nagyon jó érezték, hogy ez így van. És tudják, az az érdekes, hogy István intelmeiben, amit azt hiszük, hogy egy olyan embernek a munkája, aki a ö, rabságunknak az egyik haszonélvezője. Amikor ezt gondoljuk róla, akkor mindig eszünk, jusson eszünkbe, hogy az intelnekben leírja a szabadság két részének, a hagyománynak és a szeretetnek tökéletes megnyilvánulását. Gondoljunk arra, hogy amikor azt mondja, hogy atyai eleink hagyományaihoz való hűség nemzetünk fönmaradásának alapja, mert a hűtlenség szelletje szétszórja a szent virágait. Akkor nem arra a ősi értékre gondol le, és nem azt fejezi -e ki, ami a szabadságnak a részeként határozza meg a hagyományunkat és ugyanez vonatkozik arra is a szeretetre, 13 helyen e, említi a szeretetet. Én többször kértem már e, történész ismerőseimet, hogy mutassák meg ki István. E, Az-e, aki a kopjafákat kivágatta, aki a sámánokat, tártosokat üldözte, az-e, aki vérdiat tűzött ki minden ősi, eredendő istenhizünk hagyományainak őrzésére, vagy pedig az, aki az intelmekbe ezt beleírta. Hogy ezt két egy ember nem lehet, az teljesen biztos. Meg kellene látnunk. És akkor tudnánk, hogy tulajdonképpen most ez az alkotmány, amiről mi mindig azt mondjuk, hogy vissza kell állítani a jogfolytonosságát, ez mikortól eredethető? Elmondhatjuk-e azt, hogy nem szabad államnak lehet-e alkotmánya? Mert ugye az alkotmány az a magyar nyelv használata szerint örök és változtathatatlan. Tehát amikor arról beszélünk, hogy egy ország alkotmányos vagy nem alkotmányos, akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy az isteni irányelvet iránymutatás fogadja el élete alapjaként, vagy pedig egy ettől idegent. Itt nem arról van szó, hogy egy ország készít magának alkotmányt, hanem arról van szó, hogy elfogad-e egy iránymutatást, és melyik iránymutatást fogadja el. És jelenleg azt kell mondani, hogy Magyarország nem az isteni iránymutatás alatt él. Amikor most a 2012. január 1-én hatályba lépett alaptörvény körüli vita folyt, akkor volt párinkás Józsefnek egy nagyon nagyszerű megállapítása, aki azt mondta, hogy a jogfolytonosság kérdése nem kronológikus, hanem tartalmi kategória. És teljesen igaza van. Itt nem arról van szó, hogy most 1944. március 19-én függesződötte fel Magyarország alkotmányossága, vagy 973-ban, hanem itt arról van szó, hogy az alkotmányosság fogalma, ami az iránymutatás jelenti, milyen formában érvényesült a történelem során és jelenleg is, hogyan érvényesül. Ha most azt megnézem, hogy az iránymutatás az egy általános és örökérvényű, vagy legalábbis hosszú érvényű, még akkor is, hogyha ezt az emberek készítik, akkor el kell fogadni Molnárfi Tibornak azt a megállapítását, hogy az alkotmány és az alaptörvény között az, az, az a különbség, hogy az alkotmány az örökké vagy hosszú távra határozza meg, egy országnak, egy nemzetnek, egy földrésznek, vagy az egész földnek a viselkedési normáit, és az alaptörvény pedig ennek egy adott történelmi időszakra vonatkozó alkalmazását jelenti. És hogyha ezt veszem alapul, akkor azt kell látnom a mai helyzetben, hogy Magyarország alkotmánya a Lisszaboni szerződés, mert az ad egy olyan iránymutatást, iránymutatást ad, amit a 2012. január 1 hatályba lépett alaptörvény Magyarországra egy történelmi időszakra aktualizál, tesz alkalmassá. És akkor rögtön látjuk, hogy valaki ismeri a Lisszaboni szerződést, és annak ismeri azt a három sarkallatos pontját, a négy liberális alapelv meghatározását a kizárólagos hatáskörbe utalt területeket és a szubszidiaritás megcsonkítását, akkor teljesen egyértelmű, hogy ez az iránymutatás egy gyarmatbirodalomnak az iránymutatása a hozzátartozó országokra, birodalom részekre vonatkozóan. Ennek megfelelően az az alaptörvénynek nevezett ö, jogi tárgy, amit 2012. január 1-én hatályba léptettek, ennek következtében diktátum, liberális diktátum, ami Magyarországra vonatkozik. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy most jog, ö, jogállamban élünk-e, és igaz-e a, ennek a liberális diktátumnak az a passzusa, miszerint Magyarország demokratikus jogállam, akkor azt kell mondanunk, hogy szó sincs arról, hogy ez igaz lenne, mert úgy kellene mondani, hogy egy gyarmatbirodalom része, ami nem jogállam, mert a törvények alapját nem a mindennapi élet szabályrendszere, lének követ, köte, követelménye határozza meg, hanem egy diktatúra. És ennek megfelelően Magyarországon a hatalmi rendszer úgy nyilatkozik meg, hogy fölülről adja az ukázt az embereknek a településeken, most már járásokon keresztül, míg a természetes fölépítés ugye az lenne, hogy alulról épüljön föl, mint a jó rendszer, mint pedig a hatalmi rendszer. Ez hát az összefüggés, az alkotmány, az alkotmányosság, a hatalom, a tulajdonlás és a birtoklás között. És ez utóbbi vonatkozásában azt még föltétlenül el szeretném mondani, hogy senki ne felejtse el, amikor a földkérdésről beszél, hogy Magyarországon a termőföld, a Lisszaboni szerződés második rész 38. Szakasz, 38. cikk második bekezdése értelmében forgalomképes, vagyis a tőke része. Szabadon adható vehető. És hogy kiveheti vagy ki adhatja szabadon, az pedig a, egy másik liberális alapelv, a letelepedés szabadsága határozza meg. Ennek alárendeltjeként módosította az országgyűlés az állampolgársági törvényt, amiben megszorítás nélkül kiterjesztő olyan embereknek is ad állampolgárságot, akinek semmi köze a magyarsághoz, a, magyar érdekéhez, a magyarság érdekéhez. És hogyha ilyen emberek is vásárolhatnak Magyarországon földet, akkor teljesen fölösleges arról beszélni, hogy ez a föld mekkora nagyságú lehet. Nagyon szeretném, ha mindenki érezné és értené. Hogy Magyarország pillanatnyilag nem szabad. Ahhoz viszont, hogy szabad legyen, alapjaiban kell megváltoztatni mindent. Radikális paradigmaváltásra, gondolkodási mód mintaváltásra van szükség, és ennek először is bennünk kell elindulnia. És annak a folyamatnak, ami a szabadságunkat visszaveszi, annak viszont egy nagyon szervezett, tudatos, felelősségteljes munkának kell lennie. Szeretném, hogyha mindenki egyértelműen megértené. Nem a helytartóktól, nem a jelenlegi hatalom gyakorlóitól függ egy ország, Magyarország alkotmánya. Nem őtőlük függ az, hogy milyen iránymutatást követünk, hanem mindannyiunktól, személyenként. Ugyanis az ország szabadságát el tudták venni, de az ember szabadságát, azt senki nem tudja elvenni. Mindenki szabad akaratából dönt. És amennyiben az a döntés sok emberé, az magyarság többségé, akkor ez az akarat érvényesülni fog. Ez az a pont, ahol békésen a jelenlegi hatalmat meg lehet dönteni, és itt is kell megdöntenünk. Nagyon jó lenne, ha mindenki érezni, hogy ez az egyetlen dolog, amit saját maga érdekében meg kell tennie. Nem vagy lagos, hogy ha akarom, megteszem, ha akarom, nem. Gondoljon mindenki egy gyerekire, unokájára, ugye az én korom és akkor rögtön rájön arra, hogy nem azt akarja, hogy ők is ugyanúgy éljenek, mint mi ebben a rabságban. És hogyha ezt átgondolja, akkor biztos vagyok benne, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy az iránymutatásként, alkotmányként visszavegyük az isteni agarat teljesítését, dicső eleinknek hátadat fordítva, ne hagyd magad kérlek, sírva fordítva! Tulász a sorban Reszketve, vonítva. Látod, magyar ember Eljön majd az óra Úgy széli árokban Töltöd éjszakádat Szegény magyar ember Elvették hazádat Ébredj álmaidból perces varázsból Dózsa unokája Dróra ő bátor Ne hagyd magad, kérlek Ébredj álmaidból Vedd kezedbe sorsod Ne féd tüzes tróntól Gondold meg, hogy hányszor Engedtél a szónak Sokszor ki jött, ment csavargónak Nemesi gúnyába öltözött az ármány Cifra palotában bankot nyitott rágan Nem volt más szándéka elvenni a földed Ő szabja majd sorsod, mennyit ér az életed Sort. Ne félj tüzes tróntól Gondold meg, hogy hányszor Engedtél a szónak De sokszor hittél Jött, men csavargónak De sokszor hittél De sokszor hittél Emberek, Dózsa György unokája ritkán jár erre felé. Ne hagyják elmenni, mert sokat kell rá várni, és nem biztos, hogy lesz még kihez eljöjjön, ha így folytatódik a kifosztás és pusztítás. Április 21-én, 11 órakor találkozzunk a hősök terén. Mindenki hozza magával egy összecsukható széket, két-három mécsest, meleg ruhát, függetlenül az időjárástól, Na, meg uzsonnát, kulacsot, vizet, és főleg hozzanak magukkal még egy embert. Szervezzenek buszokat, hogy azok is eljöhessenek, akiknek nagyon kevés a pénzük. Az önök felelőssége, hogy elég sokan legyünk. Ha végignézték ezt a filmet, arra kérem önöket, hogy adják tovább, vagy hívják meg a barátaikat, ismerőseiket, és nézzék meg közösen, beszéljék át lehetőségük szerint másolják le minél több példányban is terjesszék, mert április 21-én összefog a nemzet. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Jógottan tessenek elengedni. Ennyien nincsenek közöttünk, de ettől sokkal többen. barátom A nemzet harcba hív Ha nem leszel éber Elvész mindenünk Ha elveszne földünk Nem lesz kenyerünk Testvér, ma értünk Egy úton megyünk Bátor halálnak Egy percet többet ér Mindjárt az élet semmi magyar hazának párja máshol nincs Kelj fel barátom, az óra csengetett Hazád, ha kéri, add az életed Mit ér az élet, gyáván halni meg Ha bátor a lélek, nem engedi meg Hazád, ha kéri, add az életed az ében a csörren a lánc Itt fáj kalandor, itt portját nem talál Ébred a nemzet, dobban a szív Bölcsőd, ha volt, itt lesírod is Bátor halálnak egy perce többet ér Mindjárt szép magyar hazának párja máshol nincs Kelj fel, barátom, az óra csengetett Hazád, ha